Igyasz. Na, lássuk akkor. Na, lássuk akkor a nagy görög csomagot. Igen. Hellénik. Igen. Két csomag érkezett. Kettő is. Na, nézzük, mi van benne. Nyugi, megvágjuk, nem látjátok az egészet. Azt mondja, hogy ki kéne bontani, de hát hogy nem. Előbb a... Kicsit végig tudom még vágni. Tessék. Igen? És akkor már csak itt kell. Jó. Na nézzük. Jó, együtt ki. Wow. Együtt ki. Ennek súlya is van. Mindegy. Oh. Jó kis női táskába. Nagy táskába. Kis táska. Kis táskába. Még kisebb táska. Húna alól elővettem. A kis kézi táskáját. Egy nem táska. Azt érzel? Na ezt lehet rossz, mert valami szavarhúzó. Ne. Nem vagyok ötletek? Itt van, nézd meg. Hát itt van. Oh. Itt van. Király. Megcsordítjuk. És ismét jöhet egy doboz. Wow. Hopp, hopp, hopp. Hű, ennek volt súlya. Hopp, hopp, hopp. Baszta, az útlevél is benne van. Vegyük ki. És az egyik készlet. Vegyük ki. Beengedem. Akkor most onnan folytatjuk, hogy megnézzük a nézzük meg táblát is. Is. Volt a tábla. Várjál, ezt még megmutatom közelebbről. Hogy így néz ki a hellénik. És az a világos, vagy az a sötét? Ez a sötét. Azt vagy a világos? Jó. Vagy a világos? Na nézzük tovább. És akkor itt van egy gyönyörű tábla. Merészeljük kivenni. Márvány tárgyal vigyázzunk rá. Igen, akkor neked adom az alját. Jó. Wow! És akkor ez mondja a tábla. Itt így néz ki alulról, és így néz ki fölülről. És akkor itt van hozzá az ezüst színű, meg az arany színű figurakészlet. Ez bázony. Na ez aztán látványos. Király magasság 10 centi fölött. Teljesen szabványos. Igen, a táblaméret meg 5x5-ös, 50x50-es mezőméret. Sőt, még lehet, hogy egy kicsit nagyobb is. És akkor jöjjön a következő. A kicsit is kibontjuk, vagy a másik nagy dobozt? Hát nézzük meg mindegyiket. Hú, basszus, ez tényleg nagyobb. Az nagyobb egy picit. 55-ös. 55-ös. És akkor van hozzá itt egy másik figura készlet talán? Ennek nem nagyon van súlya. És ezt kapjuk ki a róla. Jó. És akkor ez egy kisebb tábla. És ez is a bronz, a lába szorult be valahol. Na ezt ne tegyük rá a másikra, nehogy megkarcolja. Jó. És akkor ez a kisebb méretű tábla, és ez az, ami 45x45-ös körülbelül. Igen. 45x45-ös. Jó. Nézzünk hozzá a figurákat. Ebben lesznek a figurák a hát, kis támlán? Nem tudom, ugye kiderült. Valami van ebben is. Igen. Hűha. Ebben van egy doboz? Hű, basszus. Jól minden. Ó, ez ilyen dobozos az egész. Most megállunk. Oké, és akkor lássuk, hogy mi rejtőzik a borítás alatt. Ez csodálatos. Ez a spártai készlet. Ez aztán különleges. Igazi díszdobozos, igazi csoda.